korrupcióval vádolta meg Facebook oldalán a szerencsi ellenzéki jelöltet, Bíró Lászlót, Hatházi Ákos. A független képviselő szerint Bíró egy 50 millió forintos uniós támogatás eltüntetésében vett részt. Az ellenzéki pártok visszautasítják a vádakat. Hatházi Ákost kérdezzük. Mit akarott még az ellenzéktől a Fidesz, ha nem éppen önt? Most ha elmúlt 48 órában úgy beleolvasunk, ugye egyrészt az összellenzéki jelöltet korrupcióval vádolja. Azt mondja, hogy, és ez egy kicsikét a pártelnököket cinkossággal vádolja, hogy ön szólt, ők ezt azt mondják, hogy nem így volt, és nem tudtak róla. Az ellenzéki összefogást reménytelennek nevezi egy posztjában, ennél szofisztikáltabban, de lényegében igen, ezt majd kifejtjük. És azt állítja, hogy nincs 106 jelöltje, jó jelöltje az ellenzéknek 2022-re. Mit hagytam ki? Köszönöm, menjünk majd sorra ezen. Hadd kezdjem ezzel, hogy ne felejtsem el, meg maradjon a végén idő is rá, hogy ne kelljen az órát megint nézni. Megint nézi az órát. Néznem, ugye, ha már itt lehetek, és sok százezer ember előtt beszélhetek, akkor hagyd mondjam, hogy október 23-án én nagyon szeretném, hogyha blokkád alá tudnánk venni a köztévét, és ez nagyon-nagyon összefügg ezzel a témával, amire kérdezett. Nagyon remélem, hogy minél többen eljönnek, nagyon sokan biztatnak, a biztatás és a gratuláció is nagyon jó, de fel kell állnunk és tennünk kell ezért. Összefügg a témával, ugye amire ön utal, az egy poszt volt, egy Facebook poszt volt, ami a választás eredményét, a borsodi választás. Látszólag elég indulatos Facebook poszt volt. Nem, igyekeztem nem indulatosnak, igyekeztem nagyon határozottnak lenni ebben a dologban. Azt kell látni, hogy ugye volt egy választás, amit elvesztettünk. Tehát lehet így számolni, úgy számolni, kevesebbet kapott, hogyha összeadjuk sajnos a ellenzék pártjai, kevesebbet kaptak, mint a 2018-as választáson. És nyilván amiket most mondunk, az, hogy krumpliosztás meg ellenszél, ezek természetesen megvoltak, csak krumpliosztás az lesz 2022-ben is, és én nagyon nem szeretnék ugye majd belegondolni abban a helyzetben, hogy esetleg 2022-es választás utáni másnapon kell eljönni és magyarázni és mondani, hogy hát krumpliosztás volt. Én ebben a posztban azt próbáltam elmondani, hogy mit lehet még tenni azért, hogy ez ne így legyen, és valóban úgy fogalmaztam, nem azt mondtam, hogy az összefogás reményt. Én, hát ha valaki, aki az összefogást fontosnak tartja, ugye papíron van róla, vagy hangfelvétel van, ahogy a Sallai úr lerugott, vagy lökött a székről, mert én az összefogás mellett voltam. Ez még egy jelentés történet, ha valaki elfelejtette volna. Az összefogás ez egy nagyon fontos dolog, de önmagában nem elegendő. Tehát az összefogás mellett először is valódi választásokat kell elérnünk. Az a választás nem valódi választás, ahol éveken keresztül a kormány évi 50 milliárd forintból hirdeti magát. Ehhez képest ugye pedig az ellenzéknek van néhány hete, amikor valamit esetleg hirdethet. De én voltam a körzetben, és láttam, hogy a plakátoknak a 95%-a az óriás plakátoknak fideszes, és van néhány ellenzéki plakát. Ugyanúgy az összefogás nem sokat ér, és ezt ki kell harcolni. Tehát egész egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy nem lehet megtenni. Például most még egyszer mondom, aki szeretne ebbe segíteni, az jöjjön el október 23-án. A járványviszonyokat figyelni fogjuk, és meg fogjuk oldani, hogy biztonságos legyen. Van egy másik dolog, amire felhívtam a figyelmet, hogy meg kell szervezni magunkat. Sajnos még itt, ebben a körzetben is, még azt se tudtuk elérni, hogy 110 szavazókör volt, és mindenhol kettő ellenőr legyen, mert azért jó, ha két ellenőr van, pedig azért ott volt valóban nagyon sok mindenki. És akkor lesz csak aktivistánk, hogyha nagyon-nagyon jó és fedhetetlen jó jelöltjeink vannak, és ez vetett kicsit nagyobb hullámokat, amikor azt mondtam, hogy sajnos ez a jelölt nem volt több. Ugye azt írta, hogy nem csak egy rasszista indulatú ember került volna a parlamentbe, hanem egy olyan ember, aki elég egyértelműen részt vett abban, hogy egy kis csapat valódi fejlesztés helyett magára költött 50 millió forint EU-s támogatást, annak egy jelentős részét. Azt mondta, hogy erről tájékoztatta a pártelnököket. Ők ezt egy emberként tagadják, egy közös közleményt is kiadtak arról, hogy egyiküket sem. Erre mindjárt kivel beszélt, vagy hogy tájékoztatta őket? Erre mindjárt visszatérek, ez sokkal fontosabb a közleményből, nekem sokkal jobban fájt, vagy sokkal jobban bosszant, nem tudom mi a jó szó, sokkal jobban neheztelek amiatt, hogy a közleményben az volt, ami szerint ugye itt nem történt semmi. Voltak különböző más egyéni nyilatkozatok. De hát azt mondja... Azt mondták, hogy itt nem történt semmi. A Jobbikos képviselőjelölt, vagy az összefogás jelöltje is azt mondja, hogy járt nála, megmutatott mindent önnek, ez a baj, igen. És elégedetten távozott, megnyugodva. Az lehet, hogy ez egy félreértés volt, én olyan nagyon nem voltam elégedett. Ugye elnézést, hogyha itt egy korrupció, nem szívesen tart az ember ellenzéki politikusról korrupció infót, és
megint. Hát ha kell, az akkor kell. Nem sok van, de muszáj. De bízza rám, ezt mindig elmondom, az nem önnek. Igyekszem elmondani, mert engem tájékoztat. Igen, köszönöm szépen. Nem akarom a reklámba belefutni. De muszáj ebben a témában is sajnos, és alapvető fontosság az, ha 2022-ben nyerni akarunk, akkor ugye nem lesz nekünk 50 milliárdos kampányunk. Remélem, hogy a propagandát le tudjuk győzni, de lehet, hogy nem. Egyetlen egy dolgot tudunk csinálni, hiteles jelölteket indítunk, olyan jelölteket, akik ugyan nem lesznek büntelenek, de nem fognak olyan esetekbe belefutni, amelyik igenis, hogy de normális országok. De biztosan tudja erről a jelöltről állítani, igen, hogy ő nem büntelen ebben az ügyben? Igen. Azt kell tudni ehhez, korábban, ugye most is szoktam még korrupcióinfókat tartani, már kevesebbszer jut be vele az ember a médiába, a maradékba is, de korábban sokat foglalkoztam a szociális szövetkezetekkel. Nagyon érdekes, hogy a Mennyi Roland egyébként pont ugyanebben a körzetben volt, tehát ugyanebben a Borsod 6-ban volt, és a Mennyi Roland is szociális szövetkezetek miatt bukott meg. Az egy durvább történet volt, de azt nagyon jól kell tudni, nagyon sokan nem is tudják, hogy mi az, hogy szociális szövetkezet, mennyi előtt én se tudtam. A szociális szövetkezetnek az a definíciója, és ez a Hegyalja Mix nevű szociális szövetkezet is Bíró Lászlóé úgy alakult, hogy a legelső mondat azt mondja, hogy hátrányos helyzetű alapító tagoknak a szociális helyzetét és a munka feltételeit javító önképző vagy öntevékeny szervezet. Na most ezt, ha csak megnézzük, hogy kik alapították, Bíró László egy vállalkozó, ami nem bűn, de egy hála Istennek egy jól menő vállalkozó. Semmi esetre sem a Bíró házaspár nem hátrányos helyzetű. Ugyanúgy, akik a másik alapító budapesti ügyvéd, ezt újságírók derítették ki, nem is tudtam, Rodoszon is van nyaralójuk, de az látszik az adatokból, hogy a Andrássy úton van lakásuk. Ezek nem hátrányos helyzetű emberek. Ezek az, ha csak azt nézem, hogy ezek az emberek indítottak egy szociális szövetkezetet, már probléma. A szociális szövetkezetekkel sajnos több ezer ilyet láttunk, amelyekkel visszaélés volt. 14-15-ben az történt, hogy az állam azt mondta, hogy uniós pénzeket adok szociális szövetkezeteknek, 50 millió forintot elhasználhattok, és 2 évig járulék fizetést nem kell fizetni. Onnantól kezdve pillanatok alatt egyik évről a másikra sok ezer megalakult. Volt egy kisebbik része, akik valóban önsegélyező, hátrányos helyzetű emberek, elindultak kosárfonás, ilyesmi. Nagyobb része sajnos nem, vagy nem csinált semmit, vagy pedig egy meglevő vállalkozást transformáltak, tettek át egy ilyen szociális szövetkezetbe, és aztán a pénzei részét kivették. Itt ennél a szövetkezetnél sajnos történtek olyan dolgok is, hogy az 50 millió forintból 5 millió forint az elment nyilvánosságbiztosításra. Ugye a legszegényebbek pénzéről van szó, nem lesz rá idő, de a 444-nek a újságírói nagyon részletesen feltárták, és aki azt elolvassa, az látja, hogy problémás. Én ezt értem, és lehet, hogy igaza is van. Sajnos, viszont azt, sajnos mondta, viszont azt mondta, hogy tájékoztatta a pártelnököket, ők pedig azt mondják, hogy nem. Igen. Tájékoztatott. Hát kicsit déjà vu érzésem van, volt már olyan egy pártban, amikor most egymást vádolják áttételesen hazugsággal, tehát ezt érdemes rendbe rakni. Mondtam valamit, és akkor ugye a trafikügynél is elég sokan azt mondták, hogy én hazudok. Alapvetően azt kell mondanom, hogy sajnos ez a kérdés nem lényeges. Én de ez lényeges, higgyel nekem. Bocsánat. Az ön szava hihetősége szerintem lényeges. Igen, kérdés. Én bizonyítani is tudom, ha kell, akkor bizonyítani tudom, hogy a pártoknak, a vezetőinek tudniuk kellett az én jelzéseimről. Sajnos a mai kiadványuk, vagy a mai közzétett közleményük azt mutatja, hogy nem teljesen fogták fel, vagy nem teljesen néztek utána a részletek. Várj, most finomít, és ez így nem jó. Ön kit tájékoztatott? Én nagyon sok pártvezető, több pártvezetővel beszéltem. Személyesen is beszéltem. Azt ők most letagadják? Nem tudom. Még hagyj fejezzem be azt a félmondatomat, mert ez nagyon lényeges. Ebben az ügyben higgy el, hogy teljesen mindegy. Ugyanis itt volt egy olyan jelöltünk, akinek 2/3 múlott, és erről a jelöltről a propaganda média nagyon zavarba ejtő dolgokat mondott. Innentől kezdve van egy bizonyos döntési szint, van egy bizonyos vezetői szint, ahol ha nem tud róla, nem tud róla, és nem tájékozódik róla, az nagyobb hiba, mint az, hogyha tud róla, és nem beszél. Nekem is dilemma volt az. Ugye lementem, mert hívtak kampányolni, és előtte tájékozódni akartam. Természetesen dilemma volt, nem beszéltem róla.
tudniuk kellett a kollégáknak róla, amiért fontos, és ezen azt mondom, lehet vitatkozni, amilyen nagyon lényeges, hogy a következő választásra olyan jelölteket találjunk, próbáljunk meg minél nagyobb merítéssel, nem feltétlenül kell pártkádernek, pártvezetőnek lenni a jelölteknek, engedjünk oda minél több új embert. Ön indulna? Embert. Ezt majd meglátjuk. Feljelentette a híres feljelentő Tényi István a központi nyomozó főügyészségnél önt is és a pártelnököket is korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása büntet gyanúja miatt. Hát ha így lesz és elítélnek, akkor valószínűleg a miniszterelnökkel közös cellánk lesz, vagy nem lesz nagyon kellemes, mert ugye a miniszterelnök volt, aki először ezt elmondta, és sajnos ott valóban a lényeget mondta, 50 milliót felvett ez a szociális szövetkezet, majd elköltötte és utána bedőlt, bedöntötték. Altházi Ákos, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.